Magyarországon is alkalmazni kell majd az Unió új biztosításokra vonatkozó irányelvét, amely szigorítja a biztosítási termékek értékesítésének szabályait. A következő évtől a fogyasztók védelmében tovább szigorodhatnak a biztosítási szabályok, a közvetítők munkájának ellenőrzése is. Az uniós tagállamokban bevezetik az úgynevezett KIDET, azaz a kulcsinformációk dokumentumát, amely tartalmazza majd a befektetések terén egész Európában érvényes kötelező előírásokat. Az új szabályozással minden biztosítási vállalkozásnál rendbe kell lennie a termékek ismertetésének, és az értékesítés átláthatóságát is növelni kell majd. Az irányelvek kitérnek a keresztértékesítések szabályozására is, a befektetési termékekre szintén. A biztosítás közvetítők oktatását és szakmai továbbképzését is igazítani kell majd az uniós gyakorlathoz. A cégek a vállalkozások határon átnyúló szolgáltatásait a székhely szerinti tagállam lesz köteles ellenőrizni. A Mabiz tavalyi évi adatai szerint a biztosítók díjbevétele 2,2%-kal növekedett egy év alatt. 8679 milliárd forintra nőtt Magyarországon, de még így is itthon nem sokan engedhetik meg maguknak, hogy biztosítást kössenek. Kevesebb az új szerződött ügyfél. A KGFB-n kívül lakás és életbiztosításra költenek inkább, a kombinált termékek piaca a népszerű. A témában vendégünk Bodnár Sándor, az Allianz területi igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán ezzel az újítással vagy szigorítással, ami igaz, hogy 2017. januárjától léphet életbe, de mégis felmerül a kérdés, hogy miért van szükség erre a szigorításra, hiszen az előző években már a fogyasztóvédelem vizsgálta a biztosításkötések etikus menetrendjét. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként, ez egy folyamat része. Tehát én nem gondolom, hogy most ez a 2017-es rendelet, ezzel most itt lezárnánk egy fejezetet. Tehát egy olyan folyamat része, ami már évekkel ezelőtt elindult, és elsődlegesen az ügyfelek védelmében, az ügyfelekért alkották meg a törvényhozók. Én két részre bontanám egyébként ezt a témát. Egyrészt a úgynevezett biztosítóknál alkalmazott TKM kérdéskörére, ami a teljes költségmutatót jelenti. Ezt talán a bankoknál alkalmazott teljes hiteldíjmutatóval hoznám összhangba. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a biztosítási termékeknél, és elsősorban az életbiztosítási termékeknél a teljes költségmutatót ki kell tudni mutatni a biztosítóknak. Ez eddig irányelvként a biztosítók önszabályozásként alkalmazták már 6 éve. Most a rendelet kiegészítette és kötelezővé tette a TKM használatát. Ez elsődlegesen azt jelenti, hogy ez évtől jelenleg most már szinte minden életbiztosítási termékre használandó. Eddig csak a befektetéshez kötött termékekre kellett ezt a TKM mutatót meghatározni. Ezen túl tulajdonképpen a kockázati életbiztosításokon kívül minden hagyományos életbiztosításra is ki kell terjeszteni a TKM mutatók megadását. Mit jelent ez? Hát elsődlegesen azt jelenti, hogy összehasonlíthatóvá teszi az adott biztosítási termékeknek a költségeit, ami ügyfél szempontjából nagyon-nagyon fontos, ugyanis meg tudja mutatni, hogy mekkora nyereséget vagy mekkora hozamvesztességet okozhat ez az adott ügyfél számára. Mint mondtam, ez 6 éve már önszabályozásként megtalálható egyébként az MNB honlapokon és a biztosítók saját honlapjain is. Most már ez kötelezővé vált. A másik ilyen fontos kérdés az etikus biztosító kérdésköre, amely azért valamilyen mértékben mégiscsak csatlakozik az előzőekhez. Ez pedig azt jelenti, hogy az ügyfelek számára kell egy olyan rendszert bevezetni, ami egyébként szintén valamilyen szempontból kötelező is volt, és önkéntes alapon is működtették, ami egyszerűen igényalapú értékesítést követel meg a piaci szereplőktől, tehát elvárja a piaci szereplőktől, az értékesítőktől, hogy egy adott összehasonlító metodika alapján az ügyfél igényeinek megfelelően értékesítsenek. Tehát vázolják fel az árakat, és hogy több alternatívát is mutassanak az ügyfél számára. Szerintem ez sokkal inkább előremutatóbb, ugyanis nem csak az árak a lényegesek, tehát ugye minden ügyfélnek van egy elképzelése, egy célja, akár a jövőre, akár a jelenre vonatkozóan. Itt
olyan szempontból védi az ügyfelet és egyébként a biztosító társaságokat is, hogy valósan olyan termék szülessen, ami akár költség szempontjából, akár igény szempontjából teljes mértékben az ügyfélnek megfeleljen. Tehát ugye a hármas szereplő, az ügyfél, értékesítő és biztosító, mindenki jól járjon ebben a szerepkörben, ami egyébként nem egy egyszerű történet, én úgy gondolom. Tehát itt meghoztak egy egységes ügyféligényfelmérőt, ehhez valamelyest hozzátehetnek egyénileg a biztosítók, de a váza az ugyanaz. És ezután pedig ténylegesen az ügyfélnek írásba ezt meg kell mutatni, és együtt kell megalkotniuk azt a módozatot, ami neki szükséges. Tényleg ez bonyolult lehet, hogy mind a három szereplő teljes mértékben jól járjon, anyagilag is, ezt azért hozzá kell tenni. Jellemző-e az, hogy éppen ebből a megfontolásból az ügyfelek biztosítót váltanak? Ugye vannak biztosítási formák, aminél ez nyomon követhető, kötelező felelősség, biztosítás gépjárműveknél, stb. Életbiztosításoknál is, de jellemző-e ez? Ez ebből a szempontból, ebből a szigorítási szempontból fontos lehet? Én nem gondolom, hogy emiatt váltanának biztosítót. Én azt gondolom, hogyha két dologra koncentrálunk, az egyik az, hogy a legkényelmesebb legyen az ügyfélnek, a másik pedig a legmegbízhatóbb legyen az ügyfélnek az a szerződésfajta, amit mi ajánlunk, akkor itt nem következik be biztosítóváltás, és nem is feltétlenül ez a célja. Tehát a megbízhatóságot, a szakértelmet nagyban elősegíti ez a törvény, és ennek lesznek olyan hozamányai, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy felértékelődik a tudás. Tehát aki ebben a szakmában dolgozni akar és sikeres akar lenni, annak mindenképpen elsődleges céljának kell lenni az ügyfél alapú értékesítésnek, és hát tanulni kell. Nagyon-nagyon sokat kell tanulni. Egyébként a közvetítőkkel mennyire elégedettek az ügyfelek? Nyilván van valamilyen felmérés, vagy mi a tapasztalat a piacon? Ugye ez is attól függ, hogy melyik céget, melyik bankot nézzük, ki milyen közvetítőt alkalmaz. Én azt gondolom, hogy a piacon egyre nagyobb a kiválasztás, és egyre nehezebb a kiválasztás a jelentkezők részére. Ez főleg azért van, mert olyan tudásanyagot akarunk átadni a leendő tanácsadóinak, adóinknak, amire nem biztos, hogy mindenki alkalmas. Egyébként sem alkalmas mindenki minden szakmára, de amint mondtam, akár a etikus biztosítói törvénnyel szembesülve, itt elsődlegesen megfelelő vizsgákkal kell rendelkezni, elengedhetetlen a digitalizáció, tehát akár az online tanulás, a megfelelő modern eszközhasználat, mert ezek nélkül nem fogunk boldogulni. Tehát ezért nagyon-nagyon széles kör. Tehát azt gondoljuk, hogy ügyféligény felmérés, és akkor csak ez, de egyébként rengeteg olyan egyéb hozadéka van a dolognak, ami szerintem ügyfél szempontjából nagyon nagy előnyöket tud biztosítani. Akkor még egy kérdés, egy nagyon fontos kérdés az ügyfelek szempontjából. Mikor köthetnek meg biztonsággal egy biztosítást, tehát egy biztosítási szerződés mikor korrekt? Akkor, hogyha megfelelő szinten vannak tájékoztatva az ügyfelek, ha a tanácsadó elsődlegesen az ügyfélre figyel, és arra, hogy mi az ő célja, és itt teljesen mindegy, hogy milyen módozatról beszélünk, mert nagyon-nagyon széles körű a jelenlegi termékpaletta, ugyanis a jelenlegi változások mindenkit érintenek. Mondok erre két példát, tehát nem gondoltuk volna 10 évvel ezelőtt, hogy szükséges lesz például drónbiztosítást kötni. Tehát ez egy egyszerűen nem is gondolt, nem elképzelt dolog volt, de ugyanilyen, hogy most már vannak biztosítók, akik géndiagnosztika alapján történő szolgáltatásokat nyújtanak. Tehát ez se volt azért ezelőtt mondjuk még 5-6 évvel sem a biztosítók palettáján. Tehát nagyon-nagyon körültekintően kell eljárni az ügyfélnek és a tanácsadónak. Egyébként egy többszörös szűrőn kell, hogy átmenjen szerintem ez a folyamat, és nagyon-nagyon korrekt és együttműködő szerződéseknek kell létrejönniük utánkövetéssel. Nagyon fontos az utánkövetés, én azt gondolom, tehát enélkül nem lehet. És hát lesz egy közös, egységes dokumentációs formai rendszer is, amelybe be kell kapcsolódniuk. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.